Fennállásának 20 éves jubileumát ünnepelte a Tolnamüzsi Futsal Sport Egyesület. Az eseményen férfi és női mérkőzéseket rendeztek. A nap célja a visszatekintés volt az elmúlt két évtizedre és az ez idő alatt elért sikerekre. Már olyan dolgokat tudunk felmutatni, amit érdemes elmondani a mai fiataloknak, a mai generációnak, hogy honnan indult ez az egyesület, miért érdemes nekik is itt maradni, küzdeni és tovább dolgozni, mert nagyon bízunk benne, hogy ez a fejlődés ezt töretlen marad, és még rengeteg nagy élményt és sok élményt, jó eredményt fog hozni. Az egyesület életében sok fontos esemény történt a megalapítás óta. Amikor Gyurival elhatároztuk, hogy újat alakítunk, és más megközelítésre fogjuk kezelni az egyesületet, döntő volt. Döntő volt szervezetileg a külön szervezése a női szerv NB1-es futsal csapatnak. Ennek elsősorban anyagi oka volt, illetve a TAO törvénnyel függött össze, mert női felnőtt csapat versenyeztetésére nem kapunk olyan támogatást, mint ha amatőrként működtünk volna tovább. Döntő dolog volt minden olyan beszerzésünk, ami lendített, segített a szekérem. Eredményeket most azért nem mondom, mert azok jöttek folyamatosan, és nyilvánvaló minden eredmény, minden pozitív eredmény csak erősített bennünket, és arra regresszizált, hogy csináljuk és hajtsuk tovább, ezt még érdemes csinálni. De azért a Magyar Kupa győzelmet kiemelném, mert ez a legnagyobb eredmény a klubunknak a elmúlt éves történetében, amit 5 éve szereztünk meg. Illetve most ez a csarnok projekt azért ez egy kirívó dolog, és erre rendkívül büszkék vagyunk, de ugyanakkor nagy a várakozás magunk felé is, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megvalósítani. Ez egy rendkívül nagy kihívás, amit Bog is megemlített a beszédében. Az eseményre meghívtak jelenlegi és korábbi játékosokat, edzőket is, akik valamilyen formában hozzájárultak a klub történelméhez. Horváth György a felnőtt lánycsapatot irányította egykor. Az én történetem a lányommal kezdődött, 7 évesen került ide, még 2000-es évek elején, még a legelején, amikor beindult a Feri bácsi által említett focisuli a lányokkal. Őt hoztam át, én egyébként Faddon edzősködtem, és 2011 környékén vagy 10 környékén kerestek meg, de lehet, hogy egy picit előbb, hogy jöjjek ide az akkori NB2-es csapat edzőjének. Ezt csináltam 5 évig, és az utolsó évben az NB1-es csapatot is egyébként átvettem. A legszebb élmények az NB2-es csapat felépítése volt. Ugye egy nagyon sikeres csapat lett, nagyon sokan felkerültek NB1-es szintig. Valaki most is, ugye a Feri bácsi említette, hogy válogatott, ugye a Fábia Rebi is abban a csapatban kezdte, tehát a felnőtt karrierjét, előtte már itt volt az utánpótlásban. Ez egy nagyon szép és jó időszak volt. Sok sikert elértünk velük, tehát rájátszásba jutottunk felsőházba, NB2-be. Én úgy gondolom, hogy az egy ilyen fiatal 15-16-17 éves lányokkal egy nagyon jó eredmény volt. Illetve amikor az NB1-hez kerültem, akkor abban az évben Magyar Kupa ezüstérmet ért el a csapat. A nap folyamán megmérkőztek egymással a jelenlegi és az egykori férfi felnőtt csapat játékosai. Merkel Dániel a most NB3-ban szereplő gárda kapusa, de már hosszú évek óta az egyesület tagja. Nagyjából 2010 óta futszálozok, ugye mellette nagy pályáztam is, de akkor futszált választottam, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy nem bántam meg. Eredmények, országos bajnoki cím, 2-szer, 3. hely, tavaly NB2, sajnos nem sikerült annyira, de azért volt sikerélményünk is. Most megvezetjük veretlenül az NB3-at, ebből 6-ból 6 cél, visszakerülés, és reméljük, hogy ha meg lesz a feljutás jövőre, de még messze van, hogy stabilak legyünk, de hát az kicsit több támogatás kell a férfi részére. Lassan már 2016 óta vagyok felnőtt kerettag és játékos, meglátjuk mi lesz, remélem azért megmaradunk mint csapat, mert ugye tavaly kiestünk, de megmaradt a mag, senki nem ment el, jöttek újak is, úgyhogy maradok itt Tolnán,
de lesz egy jobb megkeresés, akkor természetesen oda. Az öreg fiúk azért mindig kemények, úgyhogy még az öreg fiúban van egy 2-3 játékos, aki nálunk játszik, ugye kell a rutin, meg a tapasztalat. De azért nagyon-nagyon büszke vagyok az öreg fiúkra, úgyhogy nyertek. Utolsó 5 percben megfordították a meccset. Büszke vagyok az én csapatom, vagy a mi csapat felnőtt kerettagra is. Ügyesek voltak, az ifi is. Még van hova fejlődniük, de csak előre. A szép számban kilátogató nézőközönség az U17-es Tolnai Lányok testnevelési egyetem elleni mérkőzését tekintették meg. Ezt követően a felnőtt lánycsapat fogadta az Újpest gárdáját. Mindkét találkozón hazai, Tolnai győzelem született.